Színház első komoly nemzetközi sikerét aratta Arezzóban a Ruszt József által rendezett csodálatos mandarinnal. A díj összegéből Ruszt József egy melszobrot készített a Béres János szobrászművésszel, Hevesi Sándorról, a színház névadójáról, Ruszt egyik meghatározó mesteréről. A szobor ma is látható a színház nézőtéri csarnokában. Arról Hevesi Sándorról van szó, aki azt vallotta: átélést kívánunk a színházról, nem csak játékot. Az átélés az, ami által a művészet természetté válik. Tehát az átélés a színpadi illúzió föltétele. A játék legfeljebb szórakozás, mulattat, aminek természetesen megvan a maga értéke és jelentősége. Az átélés a nézővel is átélteti úgy szóval azt, amit a színész átél. És ez az igazi, a művészi hatás, a tisztító, fölemelő érzés, a katarzis. A 30 éves jubileumát ünneplő Hevesi Sándor színház vezetősége pedig úgy szeretne tisztelni Ruszt József életműve előtt, hogy szintén Béres János szobrászművészt kérte fel Ruszt József mellszobrának elkészítésére, mert ma a Bölcs Nátán 10-ben előtt avatunk fel a nézőtéri csarnokban. Arról a Ruszt Józsefről van szó, aki többek között azt mondta, hogy mi a baj, átpolitizálódott a teljes magyar közélet és a művészet. Ez megöli a szakmát, megöli a mesterséget. Műanyag szatyrokban, műanyag gondolatokkal rohangálunk, és elfelejtjük megtanítani az utódokat arra, hogyan kell korongozni, kosarat fonni. Persze ez csak képletes hasonlat, mert a mi szakmánk lényege voltaképpen mégiscsak egyfajta kézművesség, és ezt a tudást nem lehet gyors talpaló menedzser tanfolyamokon megtanítani, sem megtanulni. Igen, szakmánk lényege egyfajta kézművesség, amely a hagyományok megőrzését és a formák folyamatos újjászületését jelenti. Mélyen egyetértünk, mint Hevesi Sándor, mint Ruszt József gondolataival, s továbbra is szeretnénk képviselni színházi eszmélyiségünket. Hiszen Ruszt József minden színházi gesztusával valahogy azt az örök értéket képviselte, mely szerint, ha túlélhető programot szeretne magának az emberiség, csak is a humánum, a szépség, a szabadság, a demokrácia örökségének sorvezetőjén belül találhatja meg. A színház nem földi színtér. A színház menedék, csodák világa. Lehetsz ott királynő, császár és szolga, bohóc és kurtizán. Veled ott minden megtörténhet. Meghaladsz, újjászülethetsz. A színház szerelem, örökké tartó láz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem engedjék meg Zalaegerszeg megyei Buváros alpolgármestereként. Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsem Önöket. A 30 éves fennállását ünneplő Hevesi Sándor Színház ma esti külön rendezvényén, amikor felavatjuk Ruszt József szobrát. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel is köszöntsem a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, Szalai Anna Máriát. Örülök, hogy ő is itt van körünkben. 30 évvel ezelőtt, 1982-ben nagyon sok minden történt a városunkban. Hogyha sorra vesszük, hogy mennyi minden indult el 1982-ben, akkor azt látjuk, hogy felépült a gépállító mellett a kézművesek háza, megkezdte működését az Alai Népművészeti Egyesület, felépült a Kis utcai oldal, megkezdte működését a Tipegő bölcsőde, elindult az Adi iskolában az énekzene tagozat, és bizony 30 évvel ezelőtt, 1982-ben elindult az Zalaegerszegi Állandó Színház is. Ennek az első jelei már a 70-es években mutatkoztak, hiszen akkor egy olyan pezsgő kulturális szellemi élet kezdett el kibontakozni, melynek hatására a megyei tanács úgy döntött, hogy kell Zalaegerszegen egy állandó színház, és ezzel kapcsolatban egy határozatot is hoztak, megkeresték Ruszt Józsefet, azzal a feladattal, hogy alapítsa meg az Zalaegerszegi Állandó Színházat. Ruszt József ezt a feladatot elvállalta, azonban látszódott, hogy a megyei művelődési központ átalakítása miatt az épület csak 1983-ra készül el, éppen ezért ő azzal a javaslattal élt, hogy már korábban, 1982-ben induljon el egy úgynevezett előévad. Ezt a megyei tanács elfogadta, és így 1982. március 1-i hatállyal megalapították az Zalaegerszegi Állandó Színházat, megkezdődött az építkezés, a Deák Szak középiskolában kiépültek a műhelyek, ezek után megtörtént a színház mellett a színész lakásoknak az átvétele is, hiszen 34 lakással a színészház is kiépült, és végül is a színészek toborzása is megkezdődött, és egy nagyon jó, szuper, összetartó fiatal csapat kezdte meg munkáját, akik már 1982 nyarán megtartották az első bemutatót az egervári estéken, majd 1982. szeptember 30-án megtörtént a hivatalos előadás is a Városi Művelődési Központban. És végül is az épület átadására 1983. október 12-én került sor,
majdnem pont 29 évvel ezelőtt, akkor az Ember tragédiája című dráma bemutatásával elindult az Alaegerszegi Állandó Színház működése, amely akkortól már nem Állandó Színház, hanem Hevesi Sándor Színház néven kezdte meg a tevékenységét. Szeretnék hadat üzenni a Naturalista Színháznak. Grotowski az egyik utolsó védangyala volt annak a szerelemnek, amit a köznyelv színházként emleget. Számomra ez a szerelem cselekvő gondolatot, közösség. Az alkalomból, hogy a színház 30 éves évfordulója alkalmával közösen emlékezhetünk Ruszt Józsefre, a színház alapítójára. Mi, akik együtt voltunk vele a ezen színház megnyitásakor, az előévad előkészületeinek elvégzése, az előadások alatt, a próbák folyamán, azt gondolom, hogy elmondhatom mindannyiunk nevében, hogy ajándékot kaptunk tőle. Ajándékot kaptunk olyan formában, hogy megtanított bennünket az életismeretre, megtanított bennünket a színház szeretetére, megtanított bennünket arra, hogy hogyan kell akár 4 napig is alvás nélkül fölkészülni egy főpróbára. Megtanított bennünket arra, hogy tisztelni kell a közönséget. És a közönséget csak úgy lehet tisztelni, ha tiszteljük azt a gondolatot, amelyet közvetíteni szeretnénk a közönség számára, az előadáson keresztül. Béres János, aki itt van, ő is kapott Ruszt Józseftől útravalót. Olyan útravalót kapott, amely a Hevesi szoborban valósult meg, hiszen akkor, amikor Ruszt József fölkérte Béres Jánost a Hevesi szobor elkészítésére, akkor a városban sok más szobrász is jelen volt. De ő bizalmával Véres Jánost köszöntötte és kérte fel. Úgyhogy én ezért is köszönöm, örülök annak, hogy a színház őt kérte fel ennek a szobornak az elkészítésére. Azt hiszem, minden méltatás egy ponton túl suta, éppen ezért én Ruszt József gondolatait szeretném önökkel megosztani. Ezeket a gondolatokat 1984-ben vetettem papírra, itt Zalaegerszegen. Birke Requiem. Alig 20 évesen, 56-57 terén ismertem meg Birke versét. Félig kamaszon álltam a közelmúlt viharai után egy totális öngyilkosság torkocorító képzetében, magam sem tudván, mi dolgom a világban, mi dolgom önmagammal. Magam is költő voltam akkor még, próbálgatván, amikor egy-egy mondatot formálni is jaj, úgy tűnt értelme nincsen. Itt és ekkor éreztem és értettem meg, mi a katarzis, ami megváltja az embert. Rilke Requiemje volt az. Eldobtam a verseimet, elégettem őket, ma már sajnálom. És kutatni kezdtem a dolgom a világban. 15 éven dolgoztam ezután keményen. Átrágtam magam a világirodalban, át a magyaron, át a művelődés történeten, az esztétikán, mindenen, aminek közelébe kerülhettem. Ezt adta nekem az a másik pillanat, amiről ő beszél egy gyönyörű versben. Ajtót nyitottam, keményen megtanultam a világ rendjét, elfogadtattam magam önmagammal, majd ezt a vállalt magamat másokkal. Éber műhelyekén idasa lettem, ahol valóban zengett az ügy. Mesterségem és hivatásom lett, miként hatoljon a sorsa versorokban, s legyen élet, színpadi élet belőle. És néha bolykonokul teszem ezt valóban, miként templom szobrász pántája létét konok higgadtam a kő közönyében. Nem tudom hányszor győztem, de eddig fel nem adtam, mindig kitartottam. És nem mondom azt, hogy várom a halált, de beszélgetek vele időnként, mert tudom, Rilkének igaza van. Aki nem tud méltatlan élni, csak annak lehet remek nyílni halála. És nincs ebben semmi dekadens. A jó gazdag, a jó költő, az igaz művész, az igazi ember gondolkodik arról, mi lesz a térben és időben akkor,
amikor ő már hiányozni fog belőle. Ne hason túl bombasztikusra, de aki jövőt épít, mutat, teremt. És nem veszíti el érzékét soha a valódi, az értékes jelennek. 1984. Köszönöm. Havar István színművész, felhívtam a Besenci Erpel igazgató urat, és elmondta, hogy nagyon szeretett volna itt lenni, de sajnos betegsége miatt nem tud itt lenni. Arra kért minket, hogy a nevében majd egy szálvirágot helyezünk el a szoborhoz. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehessem, felkérem színházunk örökös tagjait, Egervári Klárika művészet és György János művészet a reflekciót a szobort. Zsolt, zenét,